Az esten részt vett Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Huba Imre, a Jászhegyekon Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke. Nem csak Karcak, hanem az egész vármegye szempontjából nagyon fontos, hogy a kórházi dolgozókat megbecsüljük, és évről évre kifejezzük azt a nagy tiszteletet, amivel vagyunk a munkájuk, a hivatástudatuk és a hozzánk tanúsított jóságuk felé. És azt gondolom, hogy ez a mai alkalom kifejezetten alkalmas arra, hogy mi is ebben a közösségben, ebben a nagyon jól összeszokott kollektívában elvegyüljünk, és főigazgató asszony volt olyan kedves, és felkért engem is, hogy részese lehessek a nyitótáncnak. Egy fantasztikus előadás után nagyon jól éreztük magunkat, tényleg elvarázsoltak bennünket a kórházi dolgozók, és ezt az arcokat ritkábban látjuk, mert általában beöltözve, egyenruhába, a hivatástudattól és a felelősségtől átítatva egy kicsit mindig katonásan bánnak velünk, de most tényleg magánemberként is és egy kicsit játékos arcokat is mutatva fordultak felénk az egészségügyi dolgozók. Gratulálok a szervezőknek, nagyon jól érezzük magunkat. Karcag egyik legfontosabb társasági eseménye lett a Karcagi Kátai Gábor Kórház kollektívájának és alapítványának a bálya. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást. Ahol csak lehet, ki fogjuk fejezni a nagyra becsülésünket, azt az őszinte tiszteletet, amivel vagyunk az egészségügyi dolgozók irányába, és amivel csak tudjuk mind az alapítvány munkáját, mind pedig az egészségügyi dolgozók munkakörülményének jobb áttételét igyekszünk segíteni, valamint azt is, hogy az ellátottak, a betegek és akik járóbeteg ellátásra jönnek be, ők is megfelelő minőségben, megfelelő szolgáltatást tudjanak igénybe venni, ezért nem csak a források, hanem akár a pályázatok, a felújítási lehetőségeknek a repertoár, az egészségügyi területen betöltött funkció bővítésére is fogunk kezdeményezéseket tenni, és nagyon fontos, hogy mind a járóbeteg ellátás, mind pedig a fekvőbeteg ellátás és a szociális ellátás itt a vármegyében megfelelő kézben legyen. Ehhez nyújtunk mi olyan segítséget a szakembereknek, amilyet ők igazán jó szívvel fogadnak. Szepesi Tibor, Karcag polgármestere, Tamásné Cinege Csilla, a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnök helyettese, valamint dr. Fazekas Gábor Gyula, a Kátai Gábor Alapítvány kuratóriumának elnöke, és Nagyné László Erzsébet, a Karcagi Kátai Gábor Kórház főigazgatója. A fővédnök Kovács Sándor, térségünk országgyűlési képviselője, nagy szeretettel köszöntött mindenkit az immár hagyományos kátai esten. Karcagi Kórház, a Karcagi Kátai Gábor Kórház az nem véletlen nevében van, hogy karcagi. Azt mindenki magáénak érzi, hiszen sajnos már elmondhatom, hogy velem egy idős a Karcagi Kórház, és mindenkinek élménye van, jó és rossz élmény, de mindig az az élmény van a Karcagi Kórházzal, hogy segítenek. Hogy a legjobb tudások szerint orvosok, ápolók, mentősök segítik a karcagiakat és az itt élőket. És jó velük együtt lenni, hiszen egy kicsit vidám pillanatok, egy kicsit szórakozás igazából mindig a köszönetről szól. Hiszen ha valaki bajba kerül, az egészségével probléma van, akkor számíthat rájuk. És a legjobb tudásuk szerint segítenek is. És jó érzés az, hogy itt Karcagon, a térségünkben van egy ilyen kórház, van egy ilyen ellátás, nem kell messzire menni. És jó, hogy ezek az emberek itt élnek Karcagon, a mieink, a kórház és a dolgozó is, a karcagi, aki a mi közös kincsünk. Kórház, egy sikeres kórház próbál a nehéz időkben is talpon maradni, és a sikeres kórháznak van egy sikeres alapítványa, amely egészségügyi műszereket, felszereléseket, olyan eszközöket vásárol, amelyik könnyebbé teszik a dolgozók és az ellátottaknak az életét. És nagyon jó az, hogy mindig vannak adakozó kedvű környékbeliek, vállalkozók, magánszemélyek, akik segítik a kórház alapítványát, és mindig valamit plusszat, valami jót tud vásárolni még a kórháznak. A Kátai Gábor Alapítvány nevében dr. Fazekas Gábor Gyula, a kuratórium elnöke köszöntötte a résztvevőket. Idén 8. alkalommal tudjuk megrendezni a jótékonysági estünket. A tavalyi évhez hasonlóan látszik az, hogy igen sikeres lesz az idei évünk is. Nagyon sok támogatás érkezett már előre, ugye a bál megszervezésére, valamint egyéb nagy értékű eszközök beszerzésére. A tavalyi évben a támogatásokat sok mindenre tudtuk költeni. Ezek közt van az, hogy a bereki üdülőtnek a villamos hálózatát fel tudtuk újítani, támogatni tudtuk a kórusnak a fellépéseit, a szakdolgozóknak a szakmai továbbképzéseit, valamint ugye egyéb nagyértékű eszközöket tudtunk beszerezni a kórház részére.
Azt nagyon köszönjük, hogy minden évben egyre többen támogatnak bennünket, akár az adójuk 1%-ának a felajánlásával, akár egyéb tárgyi támogatásokkal, vagy pénzbeli támogatásokkal. Reméljük, hogy a jövőben is támogatni fognak bennünket, úgyhogy reméljük, hogy a munkánkat tudjuk folytatni. Nagyné László Erzsébet főigazgató szintén megköszönte az intézménynek nyújtott támogatásokat, adományokat, amelyek biztosították a Kátai Gábor Kórház dolgozóinak a munkáját és a kórház további fejlesztését. A jótékony est szervezésében résztvevőknek is megköszönte, hogy a munkájuk mellett erre is fordítottak időt. Mindenki elfogadta a meghívásunkat, vagy így, vagy úgy, ha nem is tud személyesen részt venni, de támogatta az alapítványt. És nagyon örülünk neki, hogy az intézmény dolgozói egy nagyon színvonalas műsorral tudtak kedveskedni megint a itt jelenlévő vendégeknek, és hát nyilván majd a televízión keresztül többen láthatják, és ahogy azt képviselő úr az elején mondta, sajnálhatják, hogy személyesen nem vehettek részt ezen a rendezvényen. Valóban úgy gondolom, hogy tehát éreztem, nagyon meglepődtem a köszöntésen, hát így van, idén néhány hét múlva lesz 10 éve, hogy a Kátai Gábor Kórház, ma már a Karcagi Kátai Gábor Kórház főigazgatójaként tevékenykedek, de úgy gondolom, hogy egy intézményt és egy csapatot vezetni csak úgy lehet, ha az a csapat veled van, és hát ezt köszönt most vissza, és ezért is hatódtam meg nagyon. Úgy hiszem, hogy mind a munkában a kollégáim, az ápolók, a szakdolgozók, a egészségügyben dolgozók, a szakorvosok, orvosok, akik itt vannak most, vagy azért nincsenek itt, mert ügyeletben vannak, mint nap kiteszik a lelküket azért, hogy a Karcagi Kátai Gábor Kórházban megfelelő színvonalú betegellátás működjön, működött az elmúlt 10 évben, és működjön majd a továbbiakban is, és lám-lám meg tudják mutatni, hogy igen, a szórakozáshoz is fel tudnak kulturáltan készülni, és olyan műsort, színvonalas műsort tudnak biztosítani, ami megalapozza egy jó jótékonysági esnek a hangulatát. Úgyhogy ezúton is köszönöm mindannyiuknak, akik felléptek a mai napon, akik a szervezésben, akik a díszítésben részt vettek, a finom ételeket szolgáltatták, és mindazoknak, akik természetesen, akik eljöttek és megtisztelték a mai rendezvényünket. Köszönöm. Szepesi Tibor polgármester Karcagváros önkormányzata nevében megköszönte Nagyné László Erzsébet főigazgatónak és dr. Fazekas Gábor Gyula kuratóriumi elnöknek ezt a jótékony estet, amelyre sokan ellátogattak. Mióta kórházban Karcagon, és az nem egy rövid idő, azóta külön odafigyelést, megbecsülést igényelnek, és kapnak is természetesen az ott dolgozók, hiszen ahogy el is mondtam, nagyon törékeny az a biztonság és az az egészség, amely az utóbbi időben körülvesz bennünket. Tehát nagyon fontos az, hogy a kórházi dolgozók megbecsülése meglegyen, megkapják azt az odafigyelést, elismerést, amelyet minden napok munkájában elvégeznek, és az ahhoz, ami szükséges, ahhoz, hogy mi egészségben tudjuk magunkat, azok a műszerek, azok a feltételek, amelyek az ő munkájukat segítik, amelyek azt segítik, hogy mi legyünk egészségesek, és a mi egészségvédelmünket tudják garantálni, és ezeket a feltételeket, műszereket kell biztosítani. Én azt gondolom, hogy nyilván sokan azt mondják, hogy ez állami, önkormányzati feladat, de én úgy érzem, hogy azok, akik tudnak tenni azért, hogy még jobbak legyenek ezek a körülmények, még jobbak legyenek ezek a műszerek, azok tegyék meg, hiszen egyrészt kötelességünk egymásért is, magunkért is, másrészt pedig azt gondolom, hogy ez az, ami egy picit közelebb hoz egymáshoz bennünket, az egészségügyben dolgozókat, és azok, akik arra vágynak, hogy egészségesek legyenek. Köszönjük szépen mindenkinek, aki akár csak egy kis odafigyeléssel, egy jó szóval, tenni akarással, és hát természetesen azzal a sok-sok adománnyal segítette azt a munkát, amely, ahogy mondtam, értünk volt. Karcagiakért, magyarokért, és hát, ahogy mondtam is, szerte a Kárpát-medencében, hiszen összefogással vagyunk erősek,
ahogy mondjuk, és én azt gondolom, hogy így is érezzük. A köszöntők után a Kátai Gábor Kórház Medisong kórusa retro dal összeállításával világkörüli útra indulhattak a résztvevők, majd a szülészeti, a gyermekosztályból és az újszülött részlegből alakult alkalmi táncegyüttes Apáca Show Kánkán műsora megalapozta a jó hangulatot, amelyről aztán hajnalig az UV Duo gondoskodott.